Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Lőrinc, a KDNP szóvivője, frakció szóvivője, és a frakció tagja, a Magyarországgyűlés képviselője. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Gondolom, hogy ön is már mindjárt útban Tusványosra. Nem sokára, még van egy kis munka itthon is, de aztán Tusványos. Akkor kezdjük talán Tusványossal. Előző vendégem dr. Szili Katalina volt házelnök Orbán Viktor tanácsadója. Az a hír járja Tusványoson és környékén, hogy a házigazdák a helyieknek megmondták, hogy miről lehet beszélni, vagy miről nem. Mielőtt megérkezett, néztem az interneten, hogy európai parlamenti képviselőink szóvá tették-e már, de nyomát nem láttam. Most a tusnádfürdői polgárokról beszélünk a házigazda címén, vagy a többségi államról? A többségi államról, és az Európai Unió nagyon meg van elégedve a románok fejlődésével, de hát szerintem ez egy visszafejlődés, vagy annál is rosszabb. Bízom benne, hogy sem önnek, mint Szili Katalinnak, főleg nem Orbán Viktornak nem lehet megmondani, hogy miről beszél. De a helyi magyarok, akik a nemzet szerves részei, mert tisztáztuk Szili Katalinnal az én régi lemezemet, hogy nincs nemzetállam diaszpóra nélkül, és nincs diaszpóra a nemzetállam nélkül. Hogy lehet, hogy ezeknek az embereknek megmondják a román politikai vezetés, hogy miről beszélhetnek, hol élünk? Ja, Tusványos az már egy több mint 30 éves múltra visszatekintő rendezvény Székelyföld szívében. Volt ez korábban ott környéken máshol is, Bálványoson, Kézdivásárról is indult. Ugye mindig arról szólt, hogy milyen gondolatok jönnek ki Tusványosból. Általában ez a nyár közepén, elején egy olyan rendezvény, ahol megvitatjuk a közös dolgainkat. Mindig van egy motto, most éppen a béke ideje, elég aktuális motto, de rengetegféle témában, a vallásosság témájában, a nemzetpolitika témájában, a gazdaságpolitika témájában, a kultúra vonatkozásában számos olyan kerekasztalbeszélgetés, számos olyan program van, ami alapján egy kicsit mi közösen együtt tudunk gondolkozni. Diaszporában élő magyarok, határon túl élő magyarok, Magyarországon élő magyarok, és persze külföldi vendégek, mert általában vannak sem Magyarországon, sem Romániából, tehát harmadik országból jövő vendégek, illetve vannak olyan kerekasztalbeszélgetések, ahova román politikusokat is hívunk, hívnak a szervezők. Én azt gondolom, hogy ez így helyes. Természetesen Tusványos az mindig híres volt arról, hogy mindenki arról azt mondja, amit ő igazán gondol, a politikai krédóját, a hivatásáról tud beszélni, azokról a témákról, amik számára fontosak. Nyilvánvalóan senki nem mondja meg senkinek, hogy mit, miről beszéljen, és szerintem az a fontos, hogy egy ilyen rendezvényből sok olyan gondolat jöjjön ki, amire később aztán a cselekvést lehet építeni, sok olyan érdekességet halljunk és osszunk meg egymással, ami aztán az elkövetkezendő politikai szezonban konkrét cselekvés is válhat, és konkrétan mindenki a saját politikájába, a saját életébe be tudja építeni ezeket a gondolatokat. Újra kérdezem. Vannak európai parlamenti képviselőink a koalíciónak is, az ön pártja, a KDNP-nek egy tagja bennül még a néppártba, tehát akár ott is fölteheti a kérdést, hogy miért így viselkednek a románok. Szerintem fontos minden kérdést, akár néppárti frakciósan, akár összeurópai parlamenti szinten fölvetni, amely érint bennünket, magyarokat, és közeurópai érdeklődése tarthat számot. Ugye az európai parlament is talán a múlt héten befejezte egy strasbourgi plenáris héttel a nyár előtti ülésezését. Ha már itt a tusványosi példában a nemzetpolitika szóba jött, akkor az Európai Néppártban határon túli magyar pártok is ülnek. Így ott ez az együttműködés az fokozottan fontos. Ugye a RMDSZ-nek EP képviselő is vannak, de tagja egyébként a Vajdasági Magyar Szövetség, vagy éppen a Felvidéki Magyar Párt is. Na, tehát az RMDSZ-nek, hogy... akit most kihagytak a kormányzásból. Amiket most kiraktak a kormányzásból, szerintem az is érdekes, mert ez egy aktuális fejlemény, erről is fogunk hallani Tusványosan, illetve arról is, hogy azért Romániában a jövő évben 5 választás lesz, egy olyan év lesz, ahol egy európai parlamenti, egy önkormányzati, egy országgyűlési és 2 fordulós államelnöki választás lesz.
Tehát azt gondolom, hogy ott választási mozgósításban, kampányban és választásokban nem lesz hiány, ami szintén alapvető az ott élő magyarok tekintetében, hiszen fontos, hogy az Európai Parlamentben is láttuk, hogy hogyan söpörték le a Minority Safe Pack kezdeményezést pár évvel ezelőtt, hiszen a legtöbb aláírás az Magyarországról és Erdélyből érkezett, hogyan söpörték le ezt az európai bürokraták az asztalról. Nekünk az a feladatunk, és szerintem az RMDSZP képviselőinek is velünk együtt, hogy ezt az ügyet mindig újra és újra fölrakjuk az asztalra, az őshonos nemzeti kisebbségek ügyét, hiszen az Európai Unió 10%-a olyan emberekből áll, aki őshonos nemzeti kisebbség közösséghez tartozik. Az ő ügyük az kifejezetten fontos. Beszélhetnénk arról, hogy a háború előtt Kárpátalja vonatkozásában, mint az Európai Unióba igyekvő ország Ukrajna vonatkozásában nemzeti kisebbség kérdésként beszéltünk, de az összminority safe pack kezdeményezés is egy olyan ügy szerintem, amelyen fontos, hogy fönntartsuk a témát, hogy mindig újra és újra oda tegyük a döntéshozók asztalára azt, hogy az őshonos nemzeti kisebbség ugye fontos. Ezért fontos az európai parlamenti választás. Romániában fontos az önkormányzati választás, hiszen az erdélyi magyarok több mint kétharmada él magyar polgármester alatt, és azt gondolom, hogy vezetés alatt is, és vezetésével, segítségével. Ezt az arányt érdemes megőrizni és küzdeni azokért a helyekért, ahol tudják szolgálni a magyar közösséget a magyar politikusok. Természetesen a parlamenti választás nagyon fontos, hiszen az RMDSZ korábban is, az elmúlt egy hónapig kormányalkotó tényező volt. Muszáj, megszakítsam a néző kedvéért egy újabb kérdést, itt megpróbálok. Bocsánat, csak azt akarom mondani, hogy ezért fontos a tusványos rendezvény, mert nem csak arról beszélünk, hogy eddig mi történt, hanem hogy mi fog történni. Vajon a magyar parlamenti képviselőket, akik ezekben a percekben még ellenzékben vannak, mennyire érdekli, hogy tusványosan mi történik, illetve a diaszpóra magyarsága mennyire érinti meg őket? Hát én szívesen közvetítem az ön kérdését feléjük, hiszen csütörtökön délután egy olyan pártközi kerekasztal egy vitán veszek részt, ahol megjelennek ellenzéki pártok is, természetesen nem az összes. A Kocsis Mátéval, Fidesz frakcióvezetőjével ketten vitatkozunk az LMP, a Jobbik és az MSZP egy-egy országgyűlési képviselőjével. Én azt gondolom, hogy... Főleg az MSZP véleménye érdekel direkt. A Jobbik és a másik fent említett párt, ez nem pont az érdeklődési körben van. Úgyhogy szívesen direkt be két nap múlva fel tudom tenni ezt a kérdést. Epedve várjuk, hogy visszajön és elmondja. Ugyanakkor európai parlamenti választások is lesznek, és Magyarország európai parlamenti képviselői bízom benne, hogy még nagyobb számba fognak ott megjelenni. Elképzelhető-e, hogy Meloni pártjával végre történik valami, és mi közöttünk? Szerintem nagyon fontos a következő szűk egy év, ami az európai parlamenti választásokig el fog telni, hiszen lesz egy spanyol választás most a közeljövőben, nagyon közeli jövőben, lesz egy szlovák választás, lesz egy lengyel választás, ahol mind-mind van esélyük olyan konzervatív, a számos ügyben a magyar kormány álláspontját osztó kormányoknak hatalomra kerülnie és elkezdeni az ország megmentését, jobbítását, segítését, amely azt gondolom, hogy előremutató lehet. Itt fontos az, hogy a nemzeti konzervatív erők az európai parlamenti választás után még szorosabban működjenek együtt. Ez az együttműködés most is megvan már, nem pártszerűen vagy frakciószerűen, de például az Európa Tanácsban, ahol az Európa Tanács parlamenti közgyűlésében magyar parlamenti képviselők, kormánypárt és ellenzéki képviselők is vannak, a Fidesz képviselői már az Európai Konzervatívok frakciójában ülnek Strasbourgban. A Régiók Bizottságában, Brüsszelben szintén ez a helyzet, ahol önkormányzati képviselők, vármegyei képviselők képviseltetik magukat. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy akik a Isten haza család jelszavakat, a nemzet fontosságát, a család fontosságát hangsúlyozzák, akik elutasítják a migrációt, akik elutasítják a brüsszeli genderületet, ezek a politikai erők erőt tudjanak felmutatni a parlamenti választások után, hiszen a brüsszeli genderületnek, a brüsszeli migrációs ületnek, a brüsszeli háborúpártiságnak akkor lehet megállt parancsolni, akkor lehet béke, akkor lehet normalitás, hogyha erőt tudunk felmutatni. Még egy kérdésre maradt időnk. A német vezetőség meglepve hallotta a NATO csúcson a román vezetők kérdését, hogy akkor mikorra várhatják a német katonák, NATO katonák Romániába való állomásozását, hisz van a NATO-nak egy ilyen terve, hogy
több katonát telepítenek a térségbe. Vajon Magyarországra is telepítenek, és milyen nemzetiségű katonákat, természetesen NATO színekbe? Ja, nekünk nagyon-nagyon kiváló a kapcsolatunk a NATO központtal Brüsszelben és a NATO szövetségeseinkkel is. Magyarország a NATO megbecsült és elismert tagja. Én a NATO parlamenti közgyűlésben is dolgozom, és ha megkérdezzük a NATO vezetőit, a különböző katonai beosztásokban vagy civil beosztásokban dolgozó embereket, hogy mi a véleményük a magyar katonákról a nemzetközi missziókban, akkor csak a legmagasabb elismerés hangján tudnak a magyar katonákról beszélni. Minden NATO nemzetközi misszióban a magyar katonák kiválóan teljesítenek és helytállnak, akár korábbi lezárt missziókról, akár nyitva lévő misszió, például a koszovói békefenntartási misszióról beszélünk. És azt gondolom, hogy ennek keretében számos alkalommal vannak közös gyakorlataink külföldi katonákkal. Ott a KFOR misszióban, Koszovóban a magyar kontingens a legnagyobb, és pont tavaly egy magyar parancsnok, egy magyar tábornok vezette az egész missziót. Ott a katonáink olyan nemzetközi tapasztalatra tesznek szert, megtanulnak együttműködni más nemzetek katonáival, megtanulják az ő stílusukat, megtanulnak velük együtt dolgozni. Ez egy hihetetlen érték most a veszélyek korában, hogy a magyar hadseregnek nagyon nagy létszáma szerez nemzetközi tapasztalatot. Értem. Ön a Keresztény Demokrata Néppártnak a képviselője, feltételezhetően azt is tudja, hogy hol lakik a jó Isten. Akkor arra a kérdésre válaszoljon nekem, hogy meg fogja-e szavazni a svéd csatlakozást a NATO-hoz, ugyanakkor egy olyan ország csatlakozását, ahol két hete koránt égettek, most a Tórát, illetve Mózes öt könyvét, illetve holnap után a Bibliát égetik majd rendőrségi engedéllyel. Szerintem a jó Isten mindannyiunkban lakik, és akkor mindenki tudja a választ erre, nem csak a Keresztény Demokrata Néppárt képviselői, hanem mindenkiben, a jó Isten mindenkiben ott van. A svéd kapcsolataink nem egyszerűek, ez tény. Nagyon sok mindenben nem értünk egyet a svéd politikával, sőt az elmúlt években számos alkalommal tapasztaltuk azt, hogy svéd politikusok karriereket csináltak abból, hogy Magyarországot és a magyar népet, a magyar döntését, a magyar nép döntéseit szidalmazzák. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ahogy ez korábban is... Nagy azt mondja, hogy ez a szólásszabadságba belefér, mert szerintem szent könyvek égetése után égetik majd a keresztény templomokat, a zsinagógákat, és így tovább. Természetesen nem fér bele, sehol sem fér bele ez, és itt a svéd hatóságoknak nagyon sok dolguk van. Itt szerintem látszik, nekünk nem tisztünk beleszólni más országnak a migrációs politikájába, de látszik az integrációnak a sikertelensége, hiszen mi nem véletlenül mondtuk azt az első pillanattól kezdve, hogy Magyarország egy nagyon szigorú migrációs politikát visz. Most erősödik a migrációs vita, a mostani döntésekkel, az újra visszahozott kvótával erősödik ez a vita, és azt látjuk, hogy hónapról hónapra többen érkeznek, például a magyar déli határa is, de ha beszél az olasz kollégáival, olasz ismerőseivel, ők is el tudják mondani, hogy az elmúlt évek legnagyobb áramlatai érkeznek Dél-Olaszország, a tenger felől Dél-Olaszországba, úgyhogy ez a helyzet csak fokozódni fog. Itt szerintem az észszerűség politikára lenne szükség, a svédekkel pedig szerintem a NATO bővítést mi mindig támogattuk, hogy a NATO bővüljön, mint hogy az Európai Unió bővítését is támogatjuk, csak ott a NATO példát mutat az Európai Uniónak. Az Európai Uniónak nem kéne felemelni a szavát Biblia, Tóra és Korán égetéssel kapcsolatban? Mindenképpen ez lenne az egyik fata. Akkor ha jól értem, kizárt dolog, hogy a magyar belügyminiszter engedélyt adjon egy ilyen megmozdulásra. Természetesen a vallási szimbólumok védelme mindenkinek ugye a vallás szerintem a legszentebb magánügy és közügy egyszerre. Nem lehet ezt csak magánügyként tartani. Az egyházaink társadalomépítő munkája az szerintem hihetetlen, és az elmúlt sok száz, sok ezer évnek a munkája az a társadalmainkban érződik és fontos. Ezt meg kell becsülni, támogatni kell. Én magam is egyháziskolába jártam, és nagyon sokat kaptam az egyháziskolától. És a szimbólumaink, a szent könyveink, szent jelképeink védelme, az azt gondolom, hogy kiemelten fontos. Például a Hungary Health programmal is állítottunk helyre olyan lerombolt templomokat a közel-keleti térségbe, vagy éppen Afrikába, ahol meggyalázták a szent jelképeinket. Szerintem ez a világon sehol sem elfogadható, legyen az Afrika, közel-kelet, vagy éppen Európa. Köszönöm, hogy rendelkezésünk állt. Jó utat, ne felejtsen kalapot vinni magával, hogy nehogy Benjamin Netanyahu sorsára jusson a 40 fokos melegbe. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy rendelkezésünk állt. Kedves nézőim, a pontos idő 8 óra. Az elmúlt negyed órában Nacsa Lőrinc, a KDNP
frakció szóvivője és országgyűlési képviselője volt a vendégünk, most viszont jön a híradó, egy általam vélt objektív híradó, ha valakinek építőjellegű véleménye van, rajta írjon, telefonáljon, csak tartsa be a játékszabályokat, nem este 9 után és nem ünnepek alatt. Jön a híradó, híradó után jövünk vissza, következő vendégünk Kovács Árpád lesz, a Költségvetési Tanács elnöke, majd Demko Attila és Balázs Péter volt külügyminiszter érkezik, tartsanak velünk!